Kényes témával folytatjuk, sőt talán azt is mondhatnám, hogy olyannal, ami tabunak számít Magyarországon és a magyar sportban. Nem fogják elhinni, de létezik a sporton belül is, az élsportban is homoszexualitás, és erről senki nem akar beszélni, de kétségtelen jelei vannak. Például az, hogy a Premier League-ben a szezon végén több futballista is coming out-olni fog, legalábbis ezt jelentették be a Premier League képviselői. Ráadásul Magyarországon az utóbbi időben pedig egy Pintér Béla darab borzolta a kedélyeket, amelyben egy olimpiai bajnok nő leszbikus. És erről szól részben a darab, úgyhogy valószínűleg ennek is van egyébként valami alapja, mert több sajtótermék azt állítja, hogy az életből táplálkozott ez a darab, és az írója nem véletlenül alakította így az eseményeket. Két vendégem is van, egyrészt Nagy Milán, aki az Atlasz Sportegyesület vezetője, és dr. Vizi János, akinek külön megköszönöm, hogy eljött. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezzel kell kezdenem, és talán a nézőkre is tartozik azért. Szóval mi próbáltunk sportpszichológust behívni ezzel a témával kapcsolatban. Volt, aki szeretett volna eljönni, de közben engedélyt kért volna a munkáltatójától, a Testnevelési Egyetemtől, és ott megtiltották, hogy ebben a témában beszéljen, és volt olyan, aki pedig nem mert bejönni, mert attól félt, hogy valami fajta retorzió éri majd a munkahelyén. Ennyire nem lehet erről beszélni? Én megmondom őszintén, egy kicsit meglepődtem, hogy még mindig ennyire nem, mert azért lehetett már olvasni magyar sajtóban is erről szóló nyilatkozatokat, akár sportpszichológustól is, most nem tudom, hogy miért ijedtek meg annyira a kollégák. Mi lehet az oka? Nincs. Hát elképzelhető, hogy valami olyan munkai vezetők kerültek oda, akiknek ez jobban csípi a csőrét, mint korábban, konkrét információm nincsen. Én magam nem érzékelem, hogy ez rázósabb téma lenne most, mint 5-10 évvel. De nem a sportban ezelőtt dolgozik. Én nem, nem. Én szexuális medicina szakember vagyok. Nem, azért nem használom a szexológust, mert ma Magyarországon minden sarkon van három önjelölt szexológus, úgyhogy ezt én inkább kerülöm. De volt és van most is érintett páciensem. Hát ez akkor majd érdekes lesz természetesen név nélkül, és úgyhogy ne derüljön ki, hogy miről is van, vagy kiről is van elsősorban szó. És akkor létezik ez az Atlasz Sportegyesület, amelyről, jó estét kívánok, annyit lehet tudni, hogy ez nem élsporttal foglalkozik elsősorban, de elmondaná, hogy mi ez az Atlasz Sportegyesület? Mi egy hobbi sportegyesület vagyunk, és elsősorban azért jöttünk létre, hogy az olyan sportolóknak adjunk egyfajta baráti közösséget, akik homoszexualitásuk, vagy hát szebben fogalmazva a melegségük miatt kénytelnek mondjuk elhagyni az adott klubot, vagy nem érzik jól magukat abban a sportközösségben, ahova éppen járnak. Én azt gondolom, hogy a sportterületén annyival kényesebb most ez a téma, mint 5-10 évvel ezelőtt, mint az élet bármely más területén. Kicsit intoleránsabbak vagyunk talán, mint 10 évvel ezelőtt, ugyanúgy a sportterületén, mint az élet bármely más területén, tanároknál, rendőröknél, bárhol máshol, mindenhol előfordulnak melegek, mindenhol egy kicsit kevésbé szeretünk most erről beszélni. Azt mondja, hogy olyanok, akik nem érzik jól magukat abban az adott közösségben, ahol ők eddig sportoltak a melegségük miatt, azok mehetnek az Atlasz Sportegyesületbe például. Így van. Most ilyenek sokan vannak? Hát statisztikát ebben nem tudok mondani, akadnak azért ilyen sportolók. Elsősorban nem ilyen sportolókról beszélünk természetesen, hobbi sportegyesület vagyunk, de vannak olyan tagjaink, akik azért keresnek meg minket, mert olyan csapatsport, konkrétan csapatsportot játszanak, ahol a csapattársaik nem nyílt szitkokkal, de olyan közeget teremtenek, ahol nem érzi jól magát. Ezek az emberek, akik ilyen csapatsportokból jönnek, ezen okok miatt, azok úgy keresik meg ezt a társaságot, hogy előtte vállalták a homoszexualitásukat, vagy egyszerűen titkolták és bántja őket, a körülöttük így beszélnek? Mind a kettővel van példa. Van olyan is, aki felvállalja melegségét, bár hozzáteszem, ebből talán kevesebb. Sportban nem igen
szeretik felvállalni a másságukat az emberek. Kevésbé, mint más területeken? Szerintem olyan területhez tartozik a sport, ahol, ahol kevésbé merik. Rendvédelmi szerveknél, tanároknál, vagy a pénzügyi szektorban. Például ezek mind olyan területek, ahol kevésbé merik az emberek felvállalni a melegségüket. Míg hát persze vannak a művészetekben, táncosoknál, festőknél, ott, ott azért lazábban kezelik ezeket az ügyeket. Most itt több téma is felmerült, amiről a pszichológus, pszichiátert, szexológust, mit mondott magáról? Szexuális medicina szakember. Szexuális medicina szakember. Szeretném, hogyha elmondaná a véleményét. Tehát mennyiben releváns az, hogy valaki csapatsportot űz, vagy egyéni sportot? Nincsenek erről, pont azért, mert rejtőzködnek az érintettek, szisztematikus kutatások, de itt több tényezőt kell figyelembe venni, nem értne, hogy a rendvédelmi szervek, stb. Azért arra gondolnunk kell, hogy, hogy ez egy általános szociálpszichológiai jelenség, hogy így is szokták mérni a toleranciát, hogy általában nekem nincs bajom a melegséggel. Na de szeretnéd-e, hogy meleg szomszédod legyen? Hát azt már nem szeretném. Tehát itt is ezt a jelenséget látjuk. A sportolók nagyon sokat vannak összezárva egymással, tehát a nem meleg sportolóknak a toleranciáját nagyobb kihívás éri, mint a miénket, akik csak jövünk, megyünk, nem visznek el minket két hétre edzőtámorozni, stb. Stb. De ha csak ott megragadunk, hogy mondjuk edzés után a csapatsportban a csapattagok együtt zuhanyoznak, akkor igen, már eljutunk egy olyan pontra, ami meghatározó lett ebből a szempontból. Igen, igen, hogy ne nézegessen, meg stb. Stb. Tehát ez egy probléma, de azt se szabad elfelejteni, hogy hogyha már itt a foci többször előkerült, így a Premier League-ben viszont edzők és más szakemberek volt focisták, azok azt mondták, hogy ők lebeszélnék a játékosokat a coming outról, mert ugye a fociban nagy pénz is van, nem csak a sportolókra kell gondolni, hanem a közönségre, az egészet körülvevő hát piacra, és hát tudjuk, hogy a más kisebbségekre gondolunk, hogy nem csak az ellenfél színesbőrű játékos elé dobnak banánt, hanem a saját játékos elé is. Aki akár az előző meccsen a győztes gólunkat rúgta, azzal is probléma van a toleranciával. Tehát ezért javasolták, sokan pontosabban próbálták lebeszélni ezeket a játékosokat korábban, hogy ne coming out-oljanak, mert kárt tesznek a saját sportkarrierjük, mert kárt tesznek a csapat történetében, a szurkolók körében, a szponzorok, stb. Stb. Tehát ez egy összetette probléma, mint a társadalomban általában. Ön említette, hogy van olyan, aki sportolóként önhöz jár, és problémái vannak, neki mit tud javasolni? Hát gondolom, hogy azért egy embernek az életében ez egy nagyon fontos kérdés lehet, hogy megmutassa-e az igazi valóját, felvállalja-e, segítheti egyáltalán a sportkarrierjét, hogyha ezt megteszi, vagy hátráltatja. Mit lehet ilyenkor tenni? Azt mindenképp le kell szögezni, hogy soha nem azért jön egy meleg, mert hogy a melegségéből akar idézőbe kigyógyulni, nem is tartjuk betegségnek, hanem az egyéb problémák miatt. Egy sportolónak duplán rejtőzködni kell az előbb említett okok miatt például. Nem csak a csapatsportokban van probléma, hanem a küzdősportokban is ez egy külön probléma, hiszen ott hát intim testhelyzetekbe kerülnek hosszasan egymással a sportolók. Ott is ez egy komoly gond, hogy titkolni kell, mert az ellenfél esetleg azt mondja, hogy bocs, ide hozzám ne tapadjon egy meleg. Úgyhogy ezekkel szoktak jönni a meleg páciensek, hogy hogy tudják az életüket egyébként megoldani. És a sportolóknál ez egy dupla probléma, mert még messzebb kell menni az ő életének az általános helyszínétől, hogy még véletlenül se derüljön ki, hogy ő meleg. Nagyon kell vigyáznia, hogy mozogott a közegbe, hogy rá kell magát kényszeríteni, mondjuk ez a sportolók között ugye megy ez a macsó
történet, hogy ugyanúgy részt kell abba venni, ugyanúgy szívni kell a csajok után az utcán, stb. Stb. Tehát egy sokkal komolyabb, egyrészt rejtőzködésre, másrészt színészkedésre kényszerül az illető. Ez nem veti vissza a teljesítményét az élet más területein? Mert azért nyilván energiabefektetéssel jár ez, hogy eltitkolja a saját valóját. Így van, és a saját identitásával kell, hogy ütközzen nap, mint nap. Tehát most kis túlzással elképzelheti mindenki, aki heteroszexuális, hogy neki ilyen meleg viselkedéseket kéne produkálni. Egy idő múlva szinte elbizonytalanodik, hogy akkor én ki is vagyok tulajdonképpen. Mert azt is ugye meg kell említenünk, hogy minden a homofób szöveg ellenére tiszta homoszexuális és tiszta heteroszexuális nagyon kevés van. Hát legtöbben valahol, ugye Kinsey egy 6 vagy 7 fokozat, most hirtelen nem emlékszem, de mindegy skálát állított föl, és mi valahol vagyunk ezen. Ez csak a homofóbok állítják, hogy én aztán nem bennem 0%, ilyen ember szinte alig van. Bocsánat, egy kicsit ki kell egészítenem, illetve hozzá kell tennem ahhoz, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy különböző társadalmokról is beszélhetünk. Én azt gyanítom, leginkább a magyar társadalom volt most leginkább talán szó, hogy Nyugat-Európában, vagy a tengeren túlon, esetleg Ausztráliában azért valamivel jobb a helyzet, és meg is lehet azt figyelni, hogy az elmúlt években nagyon sok élsportoló coming out-olt, anélkül... Hát nagyon sok azért, nagyon relatív. Hát, igen, de ahhoz képest... Most akkor én a csapatsportokkal kapcsolatban, ami egyben küzdősport is, fel tudok hozni egy nevet, nem tudom, Michael Sam nevét hallották-e, ő egy NFL játékos volt, aki coming out-olt, és kénytelen volt a ligából elszerződni, és gyakorlatilag a profi karrierjét be is fejezhette, mert ugye egy annyira macho közegben jött el elő, hogy ezt senki nem tudta elfogadni, sem az ellenfelek, sem a csapattársai. Tehát azt gondolom, hogy azért nem csak magyar jelenségről van szó, de nyilván lehet, hogy itt egy picit nehezebb. Én nem is azt mondom, hogy nyugaton minden szép és jó, csak talán egy fokkal jobb a helyzet. Például Ausztráliában volt egy rugby játékos, aki coming out-olt, és ugyanott játszik a mai napig is a csapattársai. Norvég női kézilabda csapatban is egymás. Igen, arról élettársi kapcsolatban is voltak és játszhattak. A Bajnokok Ligája döntője előtt láttam együtt sétálni a Hammerzengedin házaspárt, és tolták a babakocsival a közös gyereküket, ugye mind a ketten hölgyek és ugyanabban a csapatban játszanak, tehát nyilván nagyobb a tolerancia. Az érdekelne, hogyha önök elvárják, vagy szeretnék legalábbis, hogyha a csapatsportokban elfogadnák a melegeket, és úgy érzik, hogy ez jobbat tenne sokuknak. Az önök sportegyesülete az hogy áll a toleranciával? Szegregálja-e saját magát? Nem, gyorsan megelőzöm a kérdés végét, nem, mi mindenkit nagyon szívesen látunk. A heteroszexuálisokat is boldogan veszük, hogyha jönnek hozzánk. Mennek is? Vannak heteroszexuális sportolóink, nagyon elenyésző számban egyébként, de vannak, akik egy kicsit nyitottabbak a világra, azok meglátják azt, hogy ez egy jó kis összetartó közösség, és nem az az elsődleges szempont, hogy akik oda járnak sportolni, azok melegek-e vagy sem, hanem egyszerűen csak a közösség miatt jönnek. Néhány ilyen maroknyi sportoló van, aki heteroszexuális is hozzánk jár. Hozzáteszem, nem szándékosan... Milyen sportágokban? Úszásban, fallabdában. E kettőben tudom, hogy vannak, a többiben nem tudom, de nem is kérdezzük soha senkitől azt, hogy éppen mi az identitása, vagy mi a szexuális orientációja, tehát ez nálunk nem... Rejtőzködő heteroszexuálisok nincsenek akkor a klubban. Lehetséges, hogy vannak. De akár milyen előfordulhat nálunk, tehát ez nem szempont. Mennyivel könnyebb egy ilyen közegben felvállalni az identitását valakinek, ahol ugye nem elvárta jó sporteredmény, hanem ha jól értem, akkor ez elsősorban tömegsport, hobbi sport. Ez könnyebb? Hát nyilvánvaló, igen. Mert ott azok az egyéb nyomások, amikről például foci kapcsán beszéltünk, ott nyilván nincs. Nincs szponzor, nem kell neki megfelelni. Nyilván a közönség, ha van közönség egyáltalán, az tudja, hogy kikről van szó, nem fog oda jönni, és
nem tudom, hogy van-e szalonképes kifejezés, hogy mit szoktak csinálni például a Pride-on az emberek, szóval nyilván könnyebb persze. Azt meg tudják mondani, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy például azok a sportolók, akikről egyébként mindenki tudja, hogy leszbikusok vagy homoszexuálisok, mert vannak ilyenek Magyarországon, és mégsem vállalják ezt fel a közvélemény előtt, hogy ezt megtehessék? De mert ez egy nagyon faramúci helyzet Magyarországon, hogy szerintem mindenki fel tudna sorolni legalább 4-5 a közvélemény által nagyon is szeretett sportolót, akiről tudja, hogy a saját neméhez vonzódik, és mégsem áll senki a nyilvánosság elé. Sőt, odáig jutottunk, hogy erről nem is beszél senki, tehát a sajtóban sem, hogy nem jönnek el a sportpszichológusok sem beszélni, hogy kiderüljön, hogy vannak ilyenek a magyar olimpikonok között is esetleg. Szóval, hogy hogy lehetne ezt megoldani? Én azt hiszem, hogy erről az oldalról nem lehet. Tehát itt egy sokkal szélesebb körben kéne. Magyarországról szoktunk úgy beszélni, hogy a hallgatás kultúrája, és nálunk nagyon működnek ezek az elfolytások, elhallgatások. Ugye lehet azt mondani, nem csak a sportpszichológusok ide nem jönnek el. Magyarországon nincs semmilyen szexuálitással foglalkozó kanonizált egyetemi intézmény. A volt NDK-ban volt, Szovjetunióban volt, Romániában volt. Tehát mi ezekből a dolgokból nagyon el vagyunk maradva. Ugyanúgy tudjuk politikusokról is, hogy saját nemükhöz vonzódnak. Ha felszólítják őket, hogy segítsél, coming out-tól letagadja. Tehát én nem hiszem, hogy elvárható, hogy egy sportoló, aki a saját karrierjét végképp ezzel kockáztat, hogy ő kezdje, ő törje meg úgymond a hallgatás falát. Talán a sportterületén is az igaz, mint akárhol máshol melegek ügyében, hogy nagyon sokan nem merik felvállalni saját melegségüket, mert nagyobb a félelem önmagukban, mint valójában az lenne. Én nyilván nem akarok most egyik sportolónak semmilyen embernek se az életébe vájkálni, de azt meleg aktivista múltamból következtetve talán mondhatom, hogy sokkal jobban félünk felvállalni önmagunkat, mint amilyen valós következményei annak lennének. Tehát ha most 5 vagy 10 meleg sportolóról beszélünk, aki a többségi társadalom tudja, vélni sejti, hogy meleg, lehet, hogy egynek, kettőnek komoly problémái lennének abból, hogyha felvállalná magát, a többinek nem. Csak ki legyen az az egy-kettő, aki ezt bevállalja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Remélem, hogy a kedves nézők nem értékelték úgy, hogy túl sokat beszélünk rébuszokban. A helyzethez képest próbáltunk nyíltan beszélni erről a témáról.